teljesíteni az ingatlanjukat. Ezek közé tartozik a Szilágyi család ingatlana is, bár itt hozzá kell tenni, hogy az ingatlan leromlott állapotra szintén megnehezíti az eladást. Nem beszélve arról, ami körülötte van, vagyis ahogyan azt a jósnő korábban mondta, korán sem olyan egyszerű eladni azt a lakást, ahol meghalt valaki. Nagyon sok esetben nem tudják eladni az ingatlant, mert az elhunyt lélek ragaszkodik, ő ott van, és akármennyire furán hangzik, visszatarthatja például az eladást. Tehát nem csak akár egy ilyen beköltözéssel lehet probléma, nagyon akár szép egy eladással is. Szó sőn! Ez szokott fordulni, hogy valaki beköltözik egy lakásba, és mindig azt érzi, hogy amióta itt van, azóta csak rossz dolgok történnek vele. Önfeledten szaladgál a pop királya Michael Jackson neverlandi birtokán. Itt hiába csúsztázott és kergetőzött gyerekekkel. Akkoriban senki nem talált ebben kivetni valót. Bár Jacksont már korábban is vádolták pedofiliával, de a nemrég megjelenő Neverland elhagyása című dokumentumfilm óta rengeteg rajongója elfordult tőle. Ugyanis két férfi is azt